A fiatal amatőr művészeknek is meg kell mutatniuk alkotásaikat, tehetségüket, vélik a Központi Ifjúsági Egyesület vezetői. Év elején ezért is indítottak el egy egész évre szóló kiállítás sorozatot, amely immár 6. állomásához érkezett. A kiállítás maga az egy éves, januártól kezdődött, különböző alkotók mutatták be már tehetségüket, főképp fiatal alkotók, ezen belül is rengeteg témában, mind a rajzban, mind a fénykép fotókiállításban, illetve már alkotóművészek is nek volt már itt kiállítása. Most jelenleg Gajas Lászlónak van egy grafikai kiállítása, és a későbbiek folyamán pedig még tervezzük, hogy különböző középiskolások, illetve általános iskolások alkotók a műveit mutatjuk be. A most kiállító fiatal 3. önálló tárlatát nyitották meg a közösségi teremben. A falakon emberi sorsokat és állatokat ábrázoló munkák láthatóak. A rajzok több év alatt készültek. 7. éve, hogy a rajzzal foglalkozok így komolyabban. Hát a technikák azok ceruza, szén, tűfilc, ezek a kevelése. Hát a témakörök az nagyon színes, nincs kötött témám. Állatok, emberek, fantasztikus lények, ezek, amiket én alkotok. A kiállítás a következő hetekben ingyenesen látogatható a Fészek nevű közösségi terem nyitvatartási ideje alatt.